Vikár Sándor zeneiskolában próbálnak a színház művészei a sanzonestre. A mára szinte elfeledett műfaj francia eredetű. Jellemzője a komoly mondanivaló, az igényes költői fogalmazás. A 19. század és 20. század fordulóján Franciaországban keletkezett, kabarékban tűnt fel. Eredetileg zongora kísérettel adták elő. Jellemzője a könnyed szórakoztatásra való törekvés volt, érzelmes, sikamlós vagy humoros, költői igényességű szöveggel. Leghíresebb francia képviselői többek között Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand voltak. Magyarországon Karádi Katalin, Mezei Mária és Psota Irén énekeltek gyakran sanzonokat. Az ő dalaikból is válogattak a zenés időutazás alkotói. Tamás Attila a három fellépő színésznővel együtt állította össze az estműsorát. Természetesen nélkülük nem lehet semmit se dönteni és létrehozni. Hát abból indultunk ki, hogy mi az, amit szeretnek énekelni, mi az, amit már énekeltek, vagy ha még nem énekelték, mi az, amit szerettek volna. És akkor ebből jött egy 20-30 dalnak az ötlete, és ebből választottuk ki végül is a próbák során azt, ami leginkább a szívükhöz közel áll, vagy leginkább jól áll nekik a színpadon. Az est fellépői Pregicer Fruzsina, Szabó Márta és Széles Zita meglepődve fogadták a szervezők felkérését. Ők nem álltak még így hárman egyszerre a színpadon, és hát mind a hármajuk egy más-más karakter, de mégis úgy gondolom, hogy ha őket egyszerre látni a pódiumon, akkor mindegyikük tud magából, vagy az ő művészetükből egy-egy olyan kis szeletkét megmutatni, ami aztán a végén egy olyan közös produkcióvá áll össze, ami tényleg különlegesség lesz itt a Nyíregyházi Színházban. A tervezett tavaszi újraindulástól hamarabb, már február 11-től mindegyik színpadon teljes munkarendben játszhat a Móri Zsigmond Színház társulata. Ezzel a döntéssel kedveznek a színházlátogatóknak és a teátrumnak is, hiszen így még a tervek szerint valósítható meg az idei évad.